gondolunk, akkor... A Haladás számára rosszul kezdődött a kiesési rangadó, ugyanis a hazaiak már a harmadik percben előnybe kerültek Szakály bombagóljának köszönhetően. Szerencsére hamar jött az egyenlítés. A Simmer által kiharcolt 11-est Ramos lőtte a 14. percben a hálóba. A szombathelyiek a folytatásban is támadásban maradtak, és az 59. percben Wills találatával a vezetést is átvették. A 3-1-es végeredményt Ramos állította be a találkozó utolsó pillanataiban. Tudtuk, hogy ez egy nehéz találkozó lesz, amolyan 6 pontos a rangadó, de azért jöttünk, hogy győzelemmel távozzunk. Amikor előnyben voltunk, akkor is támadót küldtem be, mert ha beálltunk volna védekezni, az könnyen megbosszulhatta volna magát. A mérkőzés folyamán Pintér Attila nagyon sokat reklamált, véleménye szerint a játékvezető több esetben is olyan téves döntés hozott, mely jelentős mértékben befolyásolta a végeredményt. Az ellenfél kapott egy 11-est, mindenkit kérek arra, hogy a Diallo esetét is majd játsszák be az összefoglalóba, és mindenki döntse el, hogy az 11-est érte vagy nem. Illetve a második gólunk előtt, mert az nem mindegy, hogy az mi rúgunk, és az ellenfél csatára kap egy sárgalapot, vagy ők rúgnak, és mi kapunk egy sárgalapot, úgyhogy ezt is mindenki döntse el. Második győzelmének köszönhetően a Haladásnak már 17 bajnoki pontja van, amivel azonban továbbra is a kiesést jelentő 11. helyen áll. Legközelebb szombaton 15 óra 30 perckor lépnek pályára, amikor a listavezető videóton együttesét fogadják a Rohonczi úti stadionban. További a kapuba.